Szolár park létesült Gerjenben is, a Zalavármegyei Söjtörben is. A beruházás részeként 170 hektárnyi területen megközelítőleg 180 ezer napelemet telepítettek. Az ünnepélyes átadást Gerjenben tartották január 27-én. Nagyjából úgy lehet számolni a megújuló energiánál, amikor ilyen sima területre telepítjük, hogy körülbelül egy hektárnyi területre fél megawattnyi panelt lehet felszerelni. Nyilvánvalóan az ugye 51 megawatt ez a park, a gerjeni, és 45 egyébként a söjtöri, úgyhogy nagyjából 100-100 hektár mindkét terület, kicsivel nagyobb egyébként, de természetesen minden részét nem lehetett kihasználni. Van egy úgynevezett design, ami alapján tervezzük ezeket a parkokat, hogy megfelelő legyen a legoptimálisabb a kihasználtsága. A MET két új erőműve körülbelül 50 000 háztartás fogyasztásának kiszolgálására elegendő zöld áramot termel, a legmodernebb technológiát alkalmazva. Kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan beruházást tudtunk hozni a településre, ami egy zöld energia. És itt a Dunaparton, itt a Dunai környezetben, a természetkörnyezetben ez egy kifejezetten fontos dolog volt, és szempont volt a testületünk részéről, hogy olyan beruházást engedjünk, ami tényleg egy szimbiotikus együttélést tud biztosítani a Duna, a természet, illetve a település között, hiszen azért mondhatom azt, hogy hosszú évszázadokon keresztül a településünk a Dunával egy szimbiotikus kapcsolatban volt, és mi így tekintünk a természetre, a környezetre, és ezért is örültünk, hogy egy ilyen beruházás tudott a településen megjelenni. Az új naperőmű munkahelyek teremtése mellett további pozitív hatással is lesz Gerjenre. A beruházás az önkormányzati költségvetés stabilitásában is segíti a települést, tájékoztatott Romhányi Károly. Gerjen polgármestere hozzátette, az önkormányzat jelentős iparűzési adóbevételre számít. Alapvetően pozitívan fogadták ezt a beruházást, hiszen mindenki tudja, hogy milyen pozitív hozadékai vannak. Úgyhogy összességében én elmondhatom, hogy megelégedést váltott ki a településen. És hát ami nagyon fontos, hogy ami bevételünk származik ebből a beruházásból a hosszú távú üzemeltetés során, azt mind a lakosokra fogjuk fordítani. Tehát azok a bejövő iparűzési forintok, amik megjelennek a település költségvetésébe, természetesen azt a célt fogják szolgálni, hogy közmegelégedést kiváltó beruházásokat tudjunk majd végrehajtani. Az átadó a gerjeni községházban folytatódott, az ünnepségen a Paksi Tehetség Művészeti Iskola növendékei léptek fel.